karácsonyról már volt szó korábban. Év, 2017-ben volt az első videó. Már most, ahogy letöltöttem és átszerkezgettem egy kicsit, meg újra feltöltöttem. Érdekesnek találtam, hogy majd tudjam, csak az első évben most pontosan nem tudom, hogy melyik időszakában annak az évnek, de 2017-es karácsony első része. Mi azt jelenti, hogy már akkor is az atya egyértelműsítette, hogy ez egy fontos dolog. De gondoltam, így a hét év után egyrészt megmutatott számos dolgot ezzel kapcsolatban, másrészt valószínűleg maga ez az előadás is élvezetesebb lesz, mint az volt, mert az hagy némi kívánni valót maga után. Fel kellett gyorsítanom egy kicsit, hogy Egyáltalán lehessen miről beszélni, de. Pogány kereszténység. Sorozat címe, mert meglátjuk, hogy meddig jutunk. A célom nem az volt, hogy bárkit is megbántsak ezzel. Ez csak egyszerűen egy tény, hogy a kereszténység az egy pogány tradíció gyűjtemény. És ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor azt csak nem ismeri. A vallásának a történetét. Pogány szokásokhoz, pogány viselkedés csatlakozik, amit láthatunk egyértelműen a világban. Mózes 5-ös könyvében, 12-től 12-es fejezet 29-től 32-ig a következőképpen szól Hua a néphez. Mikor kiírtja előled jahual a te Elohimed a nemzeteket, akikhez bemész, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és laksz majd az ő földjükön. Vigyázz magadra, hogy őket követvén törbe ne essél, miután már kivesztek előled. És ne tudakozzodjál az ő isteneik felől, mondván miképpen tisztelik-e nemzetek az ő isteneiket. Én is aképpen cselekszem. Ez az egész mai tanításnak a fő gondolata. Ne csináld azt, amit az emberek. Ez nem vezet semmi jóra. Emlékezzen mindenki erre, ami ki van emelve most itt lilás rózsaszínnel. Ne tudokozzál az ő isteneik felől, mondván miképpen tisztelik-e nemzetek az ő isteneiket, én is aképpen cselekszem. Ne cselekedjél így a huával, a te Elohimeddel, mert mindazt az utálatosságot, amit gyűlöl a huá, megcselekedték az ő isteneikkel. Mert még a fiaikat és lányaikat is megégetik tűzzel az ő isteneiknek. Mindazt, amit én parancsolok nektek, megtartsátok, és az szerint cselekedjetek. Semmit ne tégy ahhoz, és el se végy abból. Már a sajnálatos módon az emberek javarésze azt gondolja, és ez egy komoly probléma, hogy a kereszténység képviseli a bibliai igazságot, a Teremtőt, illetve az ő egyszülött fia munkásságának a hagyatékát itt a világban. Ez roppant módon megnehezíti a mi dolgunkat. Nem tudom, hogy más szembesült ezzel, de le kell futni néhány extra kört mindenkivel, mire tudtára tudom adni, hogy amit a kereszténység tanít, az hazugság. És csak utána lehet elkezdeni, hogy de a Biblia ez. És még mindig ott van az a nehézség, hogy de mindenki így gondolja, meg ezt tanítják, stb. Világos? Ez legyen szó örök kárhozatról. Vagy legyen szó arról, hogy a test meghal a lélek feltámad. Legyen szó arról, hogy Isten egy, de három. Teljesen mindegy. Mindezeket a falakat le kell rombolni, mielőtt egyáltalán eljuthatunk a párbeszédhez. Szóval megnehezíti a dolgunkat, hogy létezik ez a dolog, amit kereszténységként ismer a világ, és tisztelet azoknak, akik keresztény létükre igyekeznek az igazságban járni. De a többségre ez nem igaz. Szóval ez egy nehézség számunkra. És át kell küzdenünk magunkat mindig a kereszténység által az emberek elméjébe táplált téves tanítások, valamint hazugságnak a sokaságán. Nem azt akarom mondani, hogy az ember hazug, aki keresztény, vagy én jobb vagyok, mint ők. Egyszerűen csak, ha el elhitette és megtívesz az egész világot, az ellenség, abba beletartozik a kereszténység is, hisz ők is a világ. Szóval elengedhetetlen részünkről a ragaszkodás Elohim tökéletes szavához az ő kinyilatkoztatott igazságához minden körülmények között. Mi nem lehetünk olyanok, mint ahogy a kereszténység járt, ami az ki fog derülni most innen. A pogány a latin paganus szóból származik, ha valakit érdekel, végtelen helyen meg tudja ezt találni, ez éppen a katolikus lexikon. És ez vidékit jelent szó szerint. Szoros értelemben meg nem keresztelt személy, Tág értelemben a nem monoteista vallásoknak a híve, ezért hát a muszlimok és a zsidók és a keresztények nem tartják magukat pogánynak, illetve technikailag nem azok, hiszen állítják magukról, hogy ők egy Istenben hisznek. Még akkor is, hogyha ez az Isten, ez három a kereszténység esetében, de a lényeg az hogy ezt jelenti a pogány, én abban az értelemben használom, mint ahogyan a Gold használta az írás, mert azt jelenti, hogy mindenki, aki nem csatlakozott Izraelhez, aki nem jár Jahua útján az ő torája szerint, ebben az értelemben használom én ezúttal. Az ókori Rómában a művel pogányok nemigen hittek már a mítoszokban, megvetéssel nézték az elbúrjánzó mágiát, babonát. A pogányság szelleme azonban átítatta a társadalmat, a közéletet, mivel társadalmi funkciója volt, túlélte önmagát, és nehéz volt legyőzni. Az egyénre nem volt különösebb hatása, nem gazdagította az életét, mégis megmaradt a társadalmi forma tartozékának. Ez a pogányság. De ami, ami most jön, az egyébként minden, ami elhangzik, olyan, mint egy gyöngyszem. De tényleg. Minden egyes szó, amit fel fogok olvasni ma, olyan, mint egy gyöngyszem a sötétség elleni harcban. Majd meglátja mindenki. Dionysos Philokalos 354-ben kiadott egy naptárt, mely az átmeneti kor tükre. Ez katolikus lexikon, ez nem én találtam Tartalmazza a császárok, konzulok, római prefektusok, római püspökök névsorát húsvéti táblázatot a 312-420-as évekre, 354-ben. Asztrológiai tanítás mellett megtalálható volt benne a római egyházi naptár és a régi római kalendárium a pogány ünnepek listájával. A római egyházi naptár és a római kalendárium a pogány ünnepek listájával. Jellegzetes tünemény volt ez a kalendárium, Kommentár nélkül állította egymás mellé a régit és az újat, tükrözte a lassú átmenetet a pogányságból, a kereszténységbe, mely a 4. század második felében a római társadalom legmagasabb rétegeiben végbement. Hát, hogy nem, nem azt állítom, hogy a kereszténység teljes mértékben pogányság volt akkor. Csak azt akarom mondani, hogy ezek az emberek látható a kalendáriumban, hogy az ünnepek, meg az egész átmenet hogyan történt a társadalomban. A kereszténység olyan, mint egy. mint egy élősködő, ami bejut a szervezetbe, és aztán. Olyan, mint egy amőba. Ismeri mindenki az óriás amőba, amerre megy befal minden. mindent. Na, így, így, működött a kereszténység, és mind a mai napig így működik. Az, hogy, az, hogy valaki nem ért ezzel egyet, vagy, vagy nem így látja, annak nincs semmi jelentősége. Minden a történelem során azt igazolja, hogy ez így volt. Felhasználja a bibliai eseményeket. Személy, földrajzi neveket, történeteket, az igazságokat, elegyítvén ezeket mindenféle az éjszázok során meghódított népek isteneivel, mendemondáival és tradícióival. Ez az, amit csináltak az évszázok során. Nincsen egyetlen eleme sem a jelenlegi keresztény liturgiának szinte, amelyet ne lenne megfertőzve a pogány kultúrák hagyományaitól. De ez a méreg, ez behatolt és végzetesen megfertőzte a tanítást is, vagy a dogmatikát. Nem, mintha nem olvasnánk egyébként számtalan figyelmeztetést arra nézvést, hogy kerüljük az érintkezést a világgal, különben annak ideológiája, gondolkodásmódja és stílusa óhatatlanul meg fog minket is fertőzni. Rengeteg figyelmeztetés hangzik el erre nézvést az írásokból, hogy ne csináld azt, amit ezek az emberek csinálnak. Ne alkalmazkodj hozzájuk. Minden proféta beszélt erről, kivétel nélkül. Hányszor elmondta Ézsaiás, és hagyjátok ezeket, vagy, vagy Jeremiás, ne csináljátok azt az éj királynője dolgokat, meg a béleseket, meg a mit tudom én, mi térjetek vissza Jahuához. Minden spontjátra rá el van felejtve, csak hagyjátok abba azt, amit ezek csinálnak. Ne csináld a berket, az szopot, hagyjat a bát, ne áldozz fel a gyerekeidet, ne csináld azt, amit Egyiptomba csinálnak, ne csináld azt, amit Kánaánban csinálnak ennek ellenére a kereszténységnek a stratégiája az volt az évszázadok során, hogy beolvassa magába a pogány népeket, és az ünnepeiket, meg a tradícióikat megszenteli. Ez nem az én hibám, nem én vagyok az, aki ezt kitalálta. Ez csak így működött. Most azt javaslom mindenkinek, hogy felejtse el azt, ami a fejében van, és csak teljes egészében próbálja meg beengedni azt, amiről Nazianzi Szent Gergely ír beszédek 38-as fejezetében. Lehet, hogy jobb, ha nem is olvassa senki, csak koncentrál arra, ami elhangzik. Ez a karácsonyjal kapcsolatban. Figyeljen mindenki oda, hogy mi az, amit mond, és mi az, amit történik ma a világban. Mi az, amit ő mond, hogy hogyan kellene ünnepelni a karácsonyt. Hogyan ünnepelte ő, vagy hogy mit lenne, ami ennek az ünnepnek az üzenete, és mi történik ma a világban. Figyelj mindenki! Ezért ünnepeljük meg az ünnepet ne fogány ünnepek szerint, hanem Istenfélő módon, nem a világ útja szerint, hanem a világ feletti módon. Nem úgy, mint a miénk, hanem mint ahhoz tartozott, aki miénk, vagy inkább, mint a mi mesterünké. Nem gyengeségből, hanem gyógyulásként. Nem a teremtésé, hanem az újjáteremtésé. És hogy legyen ez? Ne ékesítsük a tornácunkat. Ne rendezzünk táncot. És ne díszítsük fel az utcákat. Ne étessük a szemet. Ne bűvöljük el a fület zenével ne ingereljük az orjukakat illattal, ne roncsuk meg az ízlést, ne kényeztessük a tapintást, azokat az utakat, amelyek olyannyira hajlamosak a gonoszságra és kapuja a bűnnek. Ne legyünk nőiesek a puha és lenge öltözékben, amelynek szépsége haszontalanságában rejlik. Sem csillogásában a drágaköveknek, köveknek, vagy ragyogásában az aranynak. Sem fortéjaiban a színeknek, meghazudtolva a természet szépségét és kigondoltatván cselekedésére Isten képmásának ellenében. Nem lázadásban és részegségben, amelyekkel keveredik, jól tudom, bujálkodás és felelőtlenség. Mivel a leckék, melyek adatnak gonosz tanítók által gonoszak, vagy inkább termése az értéktelen magvaknak értéktelen. Ne állítsunk magas lomb ágyakat, hajlékot készítvén a hasnak, ami kicsapongásra való. Ne becsüljük csokrát a boroknak, ínyentségeit a szakácsoknak, mely drágaságát a balzsamoknak. A tenger és a szárazföld ne hozza el nekünk ajándékba drága trágyájukat, mert eként tanultam én becsülni a luxust és ne törekedjünk egymás túl szárnyalására a zabolátlanságban. Mert az én elmémnek minden fölöslegesség, mértéktelenség, és minden, ami az abszolút szükségleteken túl van. És ez addig, amíg mások éheznek és szűkölködnek, kik készültek ugyanabból az anyagból, ugyanazon módon. Hagyjuk mindezt a görögökre és pompáira, az ünnepeire, a görögöknek, akik Istenek nevében hívnak lényeket, akik az áldozatok bűzében örvendeznek, akik következetesen hasukkal hódolnak. Gonosznak feltalálói és gonosz démonok imádói. Ám mi, kik imádatának tárgya az ige. Ha valamilyen módon luxust kell élveznünk, keressük azt a szóban, az isteni törvényben és a történetekben. Különösen olyanokban, mint amilyenek az eredete ezen ünnepnek. Hogy a mi fényűzésünk hasonlítson, és ne álljon távol attól, aki összehívott minket. Fenomenális. De tényleg. És mindezt, ha összevetjük azzal, ami történik ma a világban, azok között, akik kereszténynek vallják magukat. Csak gondolkozzon el mindenki ezen. Aki, aki megy, járkál a karácsonyi zsibvásárban, díszíti fel a tornátát, veszi az ajándékot, hogy ki, ki tud jobb ajándékot venni a gyereknek, hogy hova menjünk. Csak gondolkozzon el mindenki azon, hogy még ők is, akik tévúton jártak, ha részt vettek ebben, 300 évvel, vagy 300 évvel javusa után, még ők is másként gondolkodtak erről az egészről. Nem úgy, mint ma, azok, akik ebben részt vesznek. És hogy lehet az, hogy az egész világ karöltve a keresztényekkel ünnepli Jézus születését, miközben tudjuk, hogy az ellenség megtéveszt az egész világot? Hogy lehetséges mégis ez? Sehogy. Aki érdekel, hogy ki Nazianzi Szent Gergely, az utána tud nézni, ő az egyik kappadóciai egyház atya, a 381-es zsinatnak ő volt a püspöke egy ideig, úgyhogy ő nem egy akárki, egy tamás própéta, hanem az egyik legfontosabb az ő. Korábban. De ebben nem megyek most bele. Figyelj mindenki, mi az, amit Józsué 23-as fejezetben 6-tól 8-ig mond. Legyetek azért igen erősek, és megtartsátok, és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mosai törvényének könyvében. Hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre. Hogy összene ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közö közöttetek. Isteneiknek nevét ki se ejtsétek azokra ne esküdjetek, ne szolgáljatok nekik, se előttük meg ne hajoljatok, hanem ragaszkodjatok Jahuához, a ti Elohimetekhez, amiképpen e mai napig cselekedtetek. Biztos ismeri mindenki a kifejezés szinkretizmus, ha nem, a szinkretizmus a legnagyszerűbb és legtökéletesebb példa a karácsony, illetve a karácsonyi ünnepkör. Ami egy régi pogány dobzódás sorozat volt Szaturnália néven. Megnézzük majd később. Ez az, amit szentesített az egyház. Annak érdekében, hogy, hogy azokat az embereket, akik pogányok voltak, egyszerűbb legyen integrálni az akkor kialakuló új birodalmi vallás keretei közé. De szerintem megfigyelhetjük mi is magunk, hogy évről évre szánalmasabb és alantasabb gyakorlatok ütik fel a fejüket körülöttünk ezen időszakban. Ugye, valahogy, mintha az emberek ki tudnának találni mindig újabb és újabb dolgokat, amiket hozzáadnak, ami része a karácsonynak. Mint gondolom, egy nap része lett a malac, a lencse, a, a, mindezek a, a karácsonyfa, azon a, az ilyen dísz, az olyan, akármik, mindez. Na, Gergenek. Gergelynek elképzelése nem volt a karácsonyfáról. A karácsonyfa az egy modern, tradíció, amik bekúszott valamikor Lutherék idejébe, de ezt majd meg fogjuk nézni. Világos. És aztán hozzákerült még ez, még az, még az. És így lett belőle ez a, ez a hedonisztikus kavalkád, amit ma úgy ismerünk, hogy karácsony, vagy karácsonyi ünnepkör. Annak ellenére, hogy Ünnepeljük mindezt, hogy a természet az minden aspektusában meg az teljes erejével igyekszik mutatni számunkra, hogy ez az időszak, ez a metaforikus halálnak a periódusa. Ennek ellenére az emberiség ünnepli az élet és a világosság királyának a születését a legnagyobb sötétségben. Úgy, hogy semmiféle ünnep nincs a közelében sem, amit a kijelölt erre. Sőt, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy kiszámolja, majd hogy nem ez félúton van a két ünnep között, az egyik ugye a szukot, a másik pedig lesz a Pesach. Van fél év, amikor Jahuának nincs ünnepe, ekkor van a, az új keresztényeknek az összes legfontosabb ünnepe. És még mindig nem világos, hogy ki az, aki emögött áll. Na figyelj mindenki, bölcsességkönyve 14-es fejezetben. Nem akarom felolvasni az egészet, mert ismeri mindenki. 22, illetve 27, 31. De nem értékbe be azzal, hogy megtévedtek Isten ismeretében, vagy Elohim ismeretében, hanem akik a tudatlanság nagy háborúságában élnek, az ilyen bajokat még békének nevezik. A névtelen báványok imádása minden baj kezdete, oka és vége. Mert vagy őrjönnek mulatozásaik alkalmából, vagy hazugságokat jövendölnek, Vagy istentelenül élnek, vagy könnyelműen hamis esküt tesznek. Mint amiről beszélt a Nassianszi Gergely abban, amit írt, hogy hogy ne. Bízva báványaik élettelenségében arra számítanak, hogy nem éri baj őket, ha hamisan esküsznek. De mind a kettőért utoléri őket az igazságos büntetés. 31. Mert nem azok hatalma, akikre esküsznek, hanem a bűnösöknek járó büntetés követi mindig a gonoszok botlásait. Ez a szakasz, amit felolvasok, ez már a szinkretizmusra átérve, ez a, ma a magyar elektronikus könyvtár, ahonnan származik ez az id idézet. Ez a, azt hiszem, hogy a Széchenyi könyvtárnak az online gyűjteménye. I alapról a kereszténység már legősibb alakjában, amelyel ból Görögországon és Alexandrián át Rómába vezető első nagy hódító útjára megindult, tehát életének már első századaiban is két nagyon eltérő, de a kényszerűség erejével egybeforrott elem ölelkezése szülöttének mutatkozik. Két nagyon eltérő, de egybeforrott elem szülöttének mutatkozik. A kereszténység az, amiről írják ezt. Ezek egyfelől az antik pogányság, másrészről az ó testamentumi zsidó hit és erkölcstan. Ez világos, nem? A zsidó hit és erkölcstan, hisz Jahusa úgymond zsidó volt, az egész abból a vallásból nőtte ki magát. Ami igaz, de ehhez csatlakozott ez az antik pogánság. Külön nemű elemek egyesüléséből való eredetét a kereszténységnek nem csak tanai, hanem egész hit élete, és ezt kifelé is tanúsítani, és vallani hivatott ünnepei is igazolják. Ezért mondtam, hogy mindegyik egy gyöngyszem. Ha valaki akar érvelni a karácsonyja kapcsolatban, csak vegye elő ezt a pdf-et, és végtelen muníciója lesz erre. Amiket nem én írtam, vagy senki háziak a interneten, hanem ez a magyar elektronikus könyvtár. Miért kell? Mondom, az így hitrendszereknek épp ezen igyekezetüknél fogva minden lehető kapcsolatot a megtérítendő nép addigi vallásos meggyőződésével és gyakorlataival keresniük. És saját mélyebb begyökeresedésük érdekében bölcsen felhasználniuk. Ezért? Ezt tette minden más világvallásnál erészben nagyobb készséget és simulékonyságot, szerencsésebb alkalmazkodási képességet tanúsítva a kereszténység kezdete óta. Ebben mutatkozik épp nem csekély része annak a felsőbbségnek, amely a többi világvallásokon aratott diadalát lehetővé tette. Szóval miért tudott eltérni, vagy el, az egész világon elterjedni a kereszténység? Mert hajlandó volt ezekre a kompromisszumokra. Ez az, amiről be, De ez így van. Ez tagadhatatlan. Hogy mi soha nem tudnánk eljutni odáig. innen. Teljesen mindegy, hogy hány milliárd évünk lenne hátra. Soha nem tudna elterjedni a tóra követése, Jahusa hite a világon. Azért, mert túl nagy lemondással jár. Mi az ellenszer tehát kompromisszumot kötök. Azt mondom, hogy jó, ezek úgyse fogják soha ünnepelni a perszakot velünk, meg a szukotot, de mi lenne, hogyha van ez a szaturnálja, azt mi oda tennénk, és akkor megpróbálnánk úgy az egészet kilegózni, hogy mindenki jól járjon. Mi is ünneplünk valamit, meg ők is csendben vannak. Ez az, ami történt. Az összes kivétel nélkül mindennel így történt. A kereszténység egyik ünnepe sem tanúskodik meggyőzőbben a fentiek mellett, mint a karácsony. Mindazon azon szertartások és szokásokkal együtt, melyek az egyháztól szentesítettek, szűkebb körén jóval túlterjeszkedve a néphitben világszerte hozzáfűződnek. Szentesítettek az egyház által. Az egyház egyik ünnepe körésen férkőzött, annyit tőle megtűrt, az egyháztól megtűrt, sőt jóvá is hagyott. Fogánykori elem és emlék, mint a karácsony ünnephez, meg az azt megelőző és követő napokhoz. Már ez egymaga is arra val, hogy ez valamennyire mélyebben gyökerezik a kereszténységet megelőző vallásrendszerek etnikus talajában. Ez a karácsony, amit most ünnepel mindenki, a kis Jézusnak a születésnapja. Aminek semmi köze semmihez. Semmi, abszolút. Se Jézushoz, se a fához, se a kereszténységhez, se a, a, Bibliához, abszolút semmihez. Semmihez. Semmi köze nincs hozzá. Sose volt. Jézus nem, vagy Jézus lehet, hogy ekkor született, de Jahusa sia. biztos, hogy nem. December 25-én született. Az ezer De ezt nem is kell elhinni a senkinek. Az egyház, ahol csak veszthetett volna a pogányság elleni meddőharcban az okos, megalkuvás és kiegyezés útjára lépett. Elfogadta a pogány ünnep külsőségeit, de azokat saját tanaiból vett tartalommal és jelentéssel látta, el és ifította meg. Mint hogyha mi azt mondanánk, hogy valahogy bandáznunk kellene a, a, a környébeli katolikusok, szóval mondjuk azt, hogy Mária az Isten anyja mint ahogy végül is valamilyen formában az, és bár nem szent, de mi nem is azért ünnepeljük, plusz nem is hozzá imádkozunk, hanem csak ő egy ilyen szoborott mi, mi, mi Istenhez. Világos? Ez ez ment végestelen végig. Mégpedig rendesen úgy ifította meg, és, és építette be, hogy saját hit titkaira való vonatkozásokat magyarázott bele. A pogány természet imádási, jelentésű szertartások, szokások közül mindazokba, amelyek így értelem cserére alkalmasak voltak. Saját hit titkaira való vonatkozásokat magyarázott bele. Mint a fa. A fa az élet fája, rajta föl a kígyó fölött alatt a dőzelem, az almák, a csillagok, a tetején az angyal, ami elvezette Betlehembe az embereket, az ajándék, amit hoztak a királyok a kis Jézusnak, Erről beszél, ezt majd megnézzük részletesen később, hogy mi, mi mit jelent. Így lett! A Dies Natalis Solis Invicti, a legyőzhetetlen nap születése, illetve újjászületése napja, a világ lelki napjának, a világ lelki napjának, az emberiség üdvözítőjének születése ünnepévé Rómában. Gyeremiás 10. fejezet, második. Ezt mondja Jahua, a pogányok útját el ne tanuljátok. Az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Így jutottunk el a karácsonyig úgy, hogy ő meg azt mondja, hogy a pogányok útját el ne tanuljátok. Semmiképpen. Ne járjatok úgy, ahogy a népek járnak. Hogyha úgy fogtok járni, hogy ők járnak, akkor a végén olyanok lesznek, mint ők. Mi nem tudunk járni az ő elgondolásuk, hagyományaik, Életvezetésük szerint, mert előbb-utóbb mindenképpen el fog minket vezetni az igazság útjától. És azt a tóra jelöli ki számunkra. Úgyhogy, ha abban nincs arról szó, hogy nekem a tél közepén, egy karácsonyfa mellett kell ajándékot osztogatnom egymásnak, a kis Jézus nevében, akkor ezt nem csinálom. Épp elég dolgot meghatározott nekem, amit csinálnom kell. Van 80 darab ünnepnap, amire azt mondta, hogy ezek viszont kellenek. Hogy lehet, hogy azok egyikéről sincs szó a kereszténységben. Semmiről. Még, még arról a sem, amire azt írt, a Saul írta, hogy ezt a, ta, így tartsátok meg. Még arról sincs szó. De helyette van ez. Meg a húsvéti nyúl, meg a locsolóverés, meg a tojás, meg a a, 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 sonkaevés, meg ezek a dolgok. Meg a locsolóvers. És ott, ott egyértelműen elválik a pogányság meg a kereszténység. A keresztények még ma is leülnek, még talán emlékeznek valamire Jézusból, talán így dereng valami. A pogányság meg megy locsó, vedel, részeg, aztán másnap meg megy dolgozni, vagy harmadna. De látszik, hogy a kettő párhuzamosan megy egymás mellett. A mi világunkban van ez. Megfigyelheti mindenki. A keresztények otthon ünnepelnek, talán emlékeznek valamire, a mellettük a pogányság meg jön locsolkodni. Érthető? A kettő így jár egy egymás mellett kéz a kézben, a két ünnep. Erről beszél. Ugyanúgy, ahogy a karácsonynál. Tegyük fel, van egy keresztény család, aki, aki, valóban emlékezik Jézusra. És biztos vagyok benne, hogy ha, ha az atya megvizsgálja a szívét, az kész, mindegy. Ugyanakkor az Oxford széten Angliában az egész világot vásárol karácsonyra. Akit nem érdekel, hogy mi van Jézusra, ki született, meg ki nem. Szóval a kettő párhuzamosan él egymás mellett. És nagyszerűen megfér. Láthatjuk tehát a mi szemünk előtt, amiről beszélnek, meg írnak ezek az emberek. Világos? Itt történik a mi szemünk láttára. Úgyhogy nem kell arról gondolkozni, hogy ja, ez mikor történt. Most történik, itt van, most. Most is ez megy. Sajnos nekünk meg kell hoznunk azt az áldozatot, valamint fel kell vállalnunk a következményeit az ő általa kijelölt életformának. Ami környezetünkből feltétlenül mindenképpen ellenérzéseket fog kiváltani, mivel eltér az általuk megszokott tradícióktól. Ezt nem lehet elkerülni, ezt a dolgot. Ha valaki nem hajlandó ezt felvállalni, az előbb-utóbb ott fog kikötni, ahol ők vannak. Ugyanúgy a gondolkodás gondolkodásmódja. Az ember konformálódhat, ezzel elnyeri a világi társainak az elismerését, elfogadását, vagy alternatívaként ragaszkodhat Elohiméhez, így viszont kiváltjuk a körülöttünk élő hitetlen népeknek a rosszallását. Ez a két út volt előttük is, és ők úgy gondolták, hogy jó, figyelj csak, lehet, hogy van egy harmadik út. Van egy harmadik út. Engedjük meg neki, hogy csinálják amit azt, amit akarnak, és azt mondjuk, hogy ők azt csinálják, amit mi mondunk, hogy csinálnak. Ez, ez érdekes ez a weboldal ki kihez, csak olyan nagyszerűen megfogalmazta. Az emberek hasonlítanak a nyájra. Ez egyébként valójában is így van. Hogyha valakit érdekel, olvasgasson utána, hogy lehet a tömeget kontrollálni, meg hogy működik a propaganda, meg ezek a dolgok. De az ember olyan, mint a nyáj. Ha esetleg valaki ezt nem látná, amúgy. És hajlamos a sokaságot követni, anélkül, hogy bármit is kérdezne. Jézus azonban eljött, és arra tanított bennünket, hogy mindent vizsgáljunk meg Isten igéje alapján. Szóval ott van az igazság még a keresztények számára is, ez, ez egy keresztény ember. Amikor Konstantin császár a 4. században Róma államvállásává tette a kereszténységet, tömegek váltak, névleges keresztényé anélkül, hogy az emberek szíve megváltozott volna a megtéretlen keresztjének sokasága nem akarta feladni az évente megünnepelt két nagy ünnepet, amik a nap, mint égitest imádatához kapcsolódtak. Mi volt ez a karácsony, még a húsvét? húsvét. húsvét a kezdődik az év, a tavaszi napi egyenlőséggel, a leghosszabb éjszaka pedig a nap születése december 21. És 17-21 volt Szaturnália, de nagyjából ez az időszak az. Ráadásul karácsony azt hiszem valahogy 12 nap is van, amit itt, majd ezt megbeszéljük, de, de mindenre van egy válasz, mindenre. Kivétel nélkül mindenre. Nincs, nincs olyan tradíció, amit ne tudna a katolikus egyház megmagyarázni, hogy honnan jött. Ez vallástörténet könyv, amiből mi tanult. A hatalom ezt követően már viszonylag gyorsan néhány évtized leforgása alatt megtalálta az Aurclianus által bevezetett és általános elfogadást élvező napkultusz valamint a keresztény istenség imádat a közötti kapcsolódási pontot melynek révén a keresztény vallást a napkultus szerves folytatásaként lehetett értelmezni. Az összeolvasztás a 321-ben került sor Konstantinus császár rendelete alapján. A két legelterjedtebb és legkedveltebb vallás eszmeileg történő egyesítésével a birodalom ideológiai egységét kívánták megteremteni az egy birodalom, egy vallás elv alapján. 5. könyv Mózes 18.9. Mikor te bemész arra a földre, amelyet Jahua a te ad neked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne csináld azt, amit ők csinálnak. Itt meg olvashatjuk, hogy ez volt a, a stratégiája a kereszténységnek, hogy azt csinálták, amit azok csinálnak. Miközben le van írva, hogy ne azt csinál. De persze ez ószövetség, szóval kit érdekel már ez? Már nekünk új szövetségünk van, és csak egy törvény van, a szeretet. És Jézus eltörölte az összes többi törvényt, mert az egy bűn volt az átok. Sőt, az bűn már azt csinálni. És gondoljunk mindenki az ideológiára úgy, mint egy kórokozóra. Ez érvényes mindenkire. Itt is, aki itt van, aki otthon van, mindenkire. Az ideológia bejut az ember elméjébe, azon keresztül, amit lát, hall, tapasztal. Ez alól nincs senki kivétel, aki itt van, én sem. És ez mindenképp bejut ez a kórokozó az élő szervezetet megtámadja, azzal a célra, hogy a saját túlélését biztosítani tudja. Ez az offenzíva vagy támadás, ez gyakorta szinte észrevehetetlen, nem? Nem csak ideológiailag, hanem mint kórokozó is. Alig észlehető, hogy valaki megfertőződik. Nem volt még senkivel olyan, hogy ah, megfáztam, azt azt tudja, hogy mi történt. Csak egyszer csak felébred, azt már rosszul van. Vagy, vagy mit tudom én, fáj ez, fáj az. Vissza lehet menni időben, hogy az mikor történt. Csak akkor nem vette észre. Egyébként elég ehhez egy lélegzet sokszor. A rossz helyen. Vagy egy apró, jelentéktelennek tűnő sérülés a bőr felületén. Megszúr valami. Amint a kórokozó bejut a szervezetbe, vagy az ideológia, Lépésről lépésre megtámadja annak a sejtjeit, az, azokat, amikre ő specializálódik. Az ideológia meg az elmében. Helyettesíti azokat a sajátjával. És ráveszi a szervezetet, hogy reprodukálja a sajátjait, a kórokozót úgy, mint a szervezet sajátját. A szervezet sokszorosítja a kórokozót. Kiátsza, vagy legyőzi a test védekező mechanizmusát. És ilyen formán belülről rombolja azt. És nem különbözik ettől a kereszténységnek a sorsa sem. Ezért van az a szakadék aközt, amit olvasunk Nazianzi Szent Gergely ír a karácsonyról, illetve azt, amit tapasztalunk ma a kereszténység körébe. Beférkőzött egy ideológia 2000 évvel ezelőtt, és mára ez lett belőle. Ugyanígy működik. Ez a törekvés az ellenség részéről, hogy eltüntesse a tórát az emberek elméjéből, meg a földről. Ez folyamatos az írások során. Ezért találta ki azt, hogy ide mozdítja, meg oda mozdítja a népeket. Mert ha elmozdítom a népeket egyik helyről a másikra, akkor óhatatlan az, hogy a kultúrák keveredni fognak. Ha én, én elköltözök innen, egy törzs, vagy mi mindannyian elköltöznénk innen, egy afrikai törzshöz, akármennyire is szeretnénk ragaszkodni ahhoz a, az életformához, amit folytatunk, mindenképpen kénytelenek lennénk valamennyire kompromisszumokat kötni velük. Különben nem tudnánk ott élni. És fordítva megy ez végben most a mi életünkön. Mi próbáljuk megtisztítani magunkat attól, amit képvisel körülöttünk ez a nemzet, ami, ami a magyar. Az a törekvésünk, hogy elhagyjuk azt a kultúrát, és felvegyük azt, amit Jahua előírt nekünk. Úgyhogy oda-vissza működik. Ezért olyan nehéz haladnia mindenkinek az úton. Azok a régi beidegződések, amikkel küzd mindenki, az a kultúrának a része. Az, hogy én addig eszek, ameddig látom, az egy, az, az egy, az egy tanult mechanizmus. Persze minden élőlény azt csinálná. De, de, megtanulja az ember, hogy van mértékletesség. De, de végtelen van. És erre egy csodálatos példa, ami a Makabalusok első könyv, első fejezete végig. Hogy hogyan törekedett arra Antiochus Epiphanész, hogy a Tórát kiölje ezekből az emberekből. Hogyha mindegy lenne, hogy mit csinálunk, akkor minek lett volna ez a legnagyobb erőfeszítésnek a célja ott az ő részéről. A király, figyelj mindenki, nem biztos olvastátok már, de emlékszik el mindenki, a király rendeletet bocsátott ki az egész birodalmában, minnyáján alkossanak egy népet, és hagyjanak fel szokásaikkal. Időszámításunk szerint van ez már, de még relatíve az elején. Bocsánat, előtte van 160-70 körül van a makabaus lázadás, szóval nagyjából előtt ez volt. előtt. Azt akarom mutatni, hogy a törekvés már akkor is ez volt. Hogy egy birodalom legyen, egy nép, de ahhoz az kell, hogy a szokásai egy legyen. Hisz mi nem tudnánk megélni egy olyan nép, mint ahogy most is nehéz. De ha le, akarnának egy világvallás, hogy mindenki szeresse a másikat, meg egy húron pendüljön mindenki, abban nem fér bele az, hogy valaki ezt csinálja, valaki azt csinálja. Ezt akarták akkor is? A népek mind engedelmeskedtek a király parancsának. Miért? Mert nekik mindegy volt. Nekik mindegy, hogy, hogy jól ünnepe, az a, a, most akkor ilyen ágat csinálok, vagy egy karácsonyfát, vagy teljesen mindegy. Nincsenek szabályok. A szabályoknak a feloldása volt a, a lényege a kereszténységen belül is ezeknek a dolgoknak. Leírja aztán, hogy hogy ment végbe ez. Tegyezzék be magukat mindenféle tisztátalan és szörnyű dologgal. 49. Felejtsék el a törvényt, és tekintsék érvénytelennek a parancsolatokat. Ez volt a cél. A népből sokan csatlakoztak hozzájuk, mind, akik elpártoltak a törvénytől. Aki miért maradt meg az ember a törvénynél? Vajon akkor? Hanem azért, mert hitte, hogy az fontos. Érthető? Már akkor is az maradt meg a helyes úton, aki hitt azért maradt meg a törvény mellett, mert hitte, hogy az fontos. Aki eltért attól, az nem hitt. Magyarán nem változott semmi semmit. Ma is az van meg a törvény mellett, aki hisz, meg akkor is az volt meg a törvény mellett, aki hisz. Úgyhogy fölösleges azzal foglalkozni, hogy most már a hit számít, meg a kegy, akkor is a hit számított meg a kegyelem. Az ellenség mindig azt a célt tartott a szem előtt, hogy az igazakat megtéveszze, meg átverje. Ez volt az ő célja, hogy félrevezesse az úttól. Bármit tehet az ember egyébként, bármilyen életformát választhat, akárki itt, akármilyen filozófiát, vallási irányzatot, csak ne járjon a tóra szerint, ez a lényeg. Akármit csinálhatsz. De ha ezt csinálod, akkor te ostoba vagy, akkor te visszamész az ókorba, a középkorba, ezt eltörölte már, már új világ van, már mindegy. Végtelen kifogás létezik. Ha a kifogás nem válik be, akkor megszégyenítenek, akkor megaláznak, akkor próbálnak kiközösíteni. Teljesen mindegy. Csak valahogy eltérítsenek téged attól, hogy csináld azt, ami le van írva a könyvben.